társasházak a Nyíregyházi Egyetem környékén. Össze mindig megélénkül a kereslet a lakások és az intézmény közelsége miatt kimondottan ezek iránt is. Erre jellemzőbb, hogy a tanév kezdetén több szülő a bérletkeresés helyett lakást vesz felső oktatásban tanuló gyermekének. Ez ugyanakkor jelentősen nem bolygatja fel az ingatlan piacot. A használtak mellett az új építésű lakásokat is sokan keresik, ilyeneket inkább fiatal házas párok vásárolnak csokkal és más állami támogatás segítségével. Alapvetően az új lakások árai határozzák meg a piac mozgásait, nem csoda hát, hogy a közelmúltban nagyon elszabadultak az árak. Az élénk kereslet mellett ennek oka az építőanyagok árainak drasztikus növekedése. A brutális drágulás nem érte teljesen váratlanul a piac szereplőit, hangsúlyozta egy ingatlan szakértő 35 perc című műsorunkban. Itt azért kellenének olyan szankciók, olyan mérési adatokkal rendelkező embereknek ebbe döntést hozni, akik tudják azt, hogy mennyit vettek el ebből a sóderbányák, mennyit a téglagyárak. Tehát igazából gyakorlatilag teljesen benyerték azokat az állami támogatásokat, amelyeket kaptak. Lehetett pozícionálni, de hogy ennyire, azt nem. Tehát én álmomban nem gondoltam volna, hogy Nyíregyházán a szabolcsi bérek és fizetések mellett 490 ezer forint per négyzetméterért fogunk árulni egy lakást. Tehát ez nonsensnek tartom. Sok helyen úgy megdrágultak az ingatlanok, hogy lényegében a felvett támogatások szinte teljes mértékben elmennek a megnövekedett költségekre. Hogy meddig fajulhat a helyzet és mi várható a piacon a jövőben, a szakembert arról is megkérdeztük. Nem lesz itt egy ingatlan krak. Tehát abban nem lehet gondolkozni, mint volt ezelőtt 10 évvel, hogy itt fizetőképtelenekké válnak az emberek, nem tudjuk fizetni, és lezuhannak az árak, az ingatlan árak. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy valószínűleg lesz egy stagnálás. Én azt mondom, ha lenne egy 10-15% csökkenés, akkor nagyon boldog lenne mindenki. Megfizethetőbbek lennének az ingatlanok, könnyebben hozzájutnának azok is, akik eddig nem jutottak hozzá, illetve az állami bérlakásoknak az építésével kapcsolatban pedig nagyon-nagyon egy lenne a fiataloknak, ha még ezt fecskelakásoknak is indítjuk, akkor is egy borzalmas nagy előny lesz, de az biztos, hogy ez nem fogja bírni, tehát bizonyos társadalmi rétegek ki fognak esni, ha ez maradna. Sokan egyébként a megfizethetőség határán is megveszik az új építésű ingatlanokat, azok közül azonban, akik olcsóbban akarnak lakáshoz jutni, egyre többen költöznek ki vidékre a megyeszékhelyről, nyíregyházi ingatlanjukat pedig eladják jó pénzért. A szakember elmondása alapján az elmúlt időszakban Tiszavassári vált a vidékre vándorlók egyik fő célpontjává a megyében.